A DINOS sportiradó szakmai partnere, a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója, a KVON. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. sportosat. Hírodónk vendége dr. Csütönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szövetség egykori elnöke. Szervusz, üdvözöllek. És tiszteletbeni elnök. És, volt. de mint tiszteletben elnök, megmaradtál, így van, így helyes. Köszönöm szépen. Megválasztottak, úgyhogy ez nem kinevezett pozíció szerencsére. Megígérem, hogy soha többet nem fogom ezt a kérdést föltenni neked. Most itt vagy, elmondod az igazat, és akkor én ezzel le is zárjuk ezt a kérdést. Soha többet nem fogom föltenni. Lemondottak, tehát pisztolyt szegeztek a fejedhez, vagy rosszul dolgoztak, hogy mondjál le, vagy valóban magadtól mondtál, és valóban te érezted úgy, hogy most már ideje átadni az elnöki széket valaki másnak. Hát most mert, sok... Bocsáss, mert minden verzióra a... lehet hallani variációkat, Igen. Azért mondtam, most itt van, én most föltettem neked így. Direkt a kérdést. És, és az és én, én egyenesen választ. is tisztán válaszolok. 2015-ben, amikor újra megválasztottak öt évre elnöknek, akkor én már szerettem volna átadni a stafétabotot. Elsősorban azért, mert ugye a szakmámba, ami támogatta az ökörvívást, a Central kaszinót, hát ledózerolták ezzel az új törvényel. Tehát magyar bezártak, és ez egy olyan anyagi forrás volt, ami azért 20 éven keresztül, nem csak rajtam keresztül, hanem az összes baráti kapcsolatom keresztül támogatta az ökévást. És 13 -ba, októberben aláírtam a miniszterelnökkel egy megállapodást, hogy a sportágfejlesztési programba mi a 11-be bekerültünk, ami egy olyan annyi biztonságot jelentett a szövetségnek, ami most így mondom, megkönnyítette volna a dolgomat, de én szó szerint mondom, a feleségem súlyos beteg lett, háromszor operálták, kapott ezt rogot ki, eltört a bokhájt. szóval ne tudd meg micsoda bal szerencsés volt, és én állandóan ez idő alatt még ő beteg volt, vagy külföldön voltam, vagy itthon voltam versenyeken. Most már annyira megneheződött, a, emiatt a pénz, miatt, az elvárások, a, a minden versenyen ott lenni pénzt ö, elosztani, uh -huh. mind vitával, ö, megromlottak, megrontotta a pénz az egész közeget. Mellett olyan nemtelen támadások értek, hogy állandóan mosakodnom kellett, akármilyen tiszta az ember, leöntik sárral, akkor kénytelen mosakodni. Az első támadás a kokó részéről akkor történt, amikor a az Edei Zsoltnak a bucsú meccse volt 2014-ben, tehát még a 15-ös választás előtt volt. A erre jól reagált. Azt mondták, hogy rám szükség van. Én szerettem volna mégis váltani, megkerestem a Veres Tibort, egy magyarországi multi embert, akit én nagyra tartok, és egy nagyszerű sportember, szereti az ökölvás, többször volt kint az én meghívásomra, sőt a fejlőtt világbajnokságunkon, a Junior VB-ken, amit itt rendezünk versenyekre. Megjelent, és szerettem volna őt fölkérni, hogy vegye át a stafét, botot, és én ott maradtam volna ugyanúgy, hogy most, a háttérbe, akár elnökként akár tanácsadóként segíteni a munkáját. A, a kokó megtámadott azzal, hogy én úgy szereztem a végzettségeimet, meg nincs is nekem semmilyen végzettségem, hogy nekem állandóan védekeznem kellett mentem kellett az okmányirodába, mennem kellett az ügyészségre, mennem kellett az EMI-be az összes vezérnek bemutatni a diplomáimat, a papírjaimat, az iskolai végzettségemet. Tehát ha, ha jól értem, akkor ez nem csak egy uh, szólás hogy ő megemlítette, hogy neked nincs, hanem akkor ezt uh, komolyan is vették egyesek, és akkor hát, kérték tőled nem, nem papírokat? Kértés, nem kérték. És úgy voltam vele, hogy legalább akikkel én partnerként együtt dolgozunk. az EMI oda, Bizottság, ha? bemutattam, Kértem igazolást, amellett, hogy nem nemtelen volt az egész, mert hát én kaszinóval foglalkoztam, tehát pénzzel, ott évente CT-vizsgálaton voltunk, tehát ilyen, ilyen, ilyen legmagasabb fokú átvilágításon, vagyonvizsgálat, vagyon vizsgálat, vagyon beadni a vagyon, ugyanúgy a bizottság elnökségének tagja voltam, felügyelőbizottság tagja voltam, oda is kellettek, minden évben mindenféle iratot le kellett mm. adni, majdnem minden évben, volt amikor két évenként. Hát nem úgy voltam vele, hogy ö, majd csak megnyugszik. Hát aztán kisült, hogy ez mert hogy a Bucsú meccsébe ugye beszálltunk ö, 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 15 millió forinta, úgy, hogy 10 milliót az állam az a sportekfejlesztési programba engedélyezett, hogy felhasználjunk a Zsoltnak az edzőmérkőzésére. A második 5 milliót viszont egyik kírtam, egy sponzortól én kértem egy Erdei Zsoltnak, illik, hogy a zsebébe pénzt rakjunk. Rácz Félix nagyszerű partner volt, megrendezte a versenyt, viszont ő is megsértődött, meg kitudódott, hogy a Zsoltnak valaki megmondta, hogy mi 15 milliót adtunk, nem tízet, mint amit ő kapott. És ebből ő is megharagudott rám. A Kukup természetesen azért valószínűen, mert ő neki nem rendeztünk búcsúmecset, nem azért nem rendeztünk, mert nem akartunk, hanem azért, mert ő elbúcsúzott kint a Tigernél, kiment Varsóba, két ilyen mérkőzést még a veresége után leboxolt, két kis mérkőzést, és én őt egy nagyra tartottam. Őt szerettem volna elnöknek már 15-be, tehát a veres előtt, 14-be, 13-ba, én már az Zaibába érdeklődtem, hogy lehetne, nem így. Akkor még úgy érdekes dolog, és hoztak egy határozatot, csinálta az Aiba egy saját magának egy profi szervezetet, ami a VSB és az APB, ezáltal az összes többi profi szervezet ellenség lett. És magyarul, például az ukránokat felfüggesztették a Klitschka miatt, hogy a Klicskó tisztelt elnöknek megválasztották. Nem tudták, hogy nálunk már a Pista 5 éve az volt, igen. én kineveztem őt, igen, igen. nem megválasztottuk, nekem jogom volt elként őt fölkérni erre. Hát Gáland is aztán, amikor volt itt a váltások voltak a különböző elnösi tagoknál, akkor az Andis mindig elküldte az új listát, és a Pistát rárakta az egyikre, az egyik listát, és visszaszólt nekem az akkori ügyvezető igazgató, hogy fel fognak függeszteni bennünket, nem jutottunk a VB n olimpiai sehol, mert az aktív résztvevője, semki nevezett, sem választott is végigviselője nem lehet az amatőrökön Most ezt a Pista rossz néven vette, valószínű azt is, hogy a Zsoltnak sikerült anyagilag így egy ilyen jó meccset összehozni. Még egyszer mondom, nem az én érdem, ez a Rácz Félix érdeme. Annak ellenére mondom, hogy, hogy én nekem semmi rossz, én, én csak azt akartam, hogy megbecsüljük azt, aki nekünk hozott eredményt, aki kétszeres Európa bajnok volt, világbajnok volt, olimpia, bronzérmes, profiba, nyolc éven keresztül világban, aki címet megtartotta és hát egy, egy rászolgált arra a bizalomra, amit a mi oldalunkról, a részéről az elnökség feléje sugalt. A kokot is nagyra becsülte mindenki. Na most, amikor elkezdődtek ezek a támadások, én már általában külföldön voltam. Akkor mindig megjelent itthon egy cikk, körbe-körbe adták egymásnak úgy az újságírók, hogy te is föltették a kérdést nekem, és egy idő után én úgy éreztem, hogy van erre nekem szükségem, nem is én úgy éreztem a családom. Azt szóval, mondta, papa, hát 68 éves vagy. 25 éve, tulajdonképpen én nem 2000, vagy 96 óta voltam elnök, mindenki tudja, hogy 94 áprilisban vettem át a szövetséget, amikor a Sermer Gyuri azt mondta, Sanyi, én még 96-ig vagyok megválasztva a nemzetközi pozícióba, ha akarsz, legyél elnök, én átadom neked a pecsétet, átadta az összes jogokat, tehát mert én irányítottam, és 96-ban kétszer is megválasztottak, egyszer márciusban, egyszer meg októberben, mert a törvény közben változott. És hát nagyon nagyszerű ember a Sermel Gyuri, aki nekem segített beilleszkedni a nemzetközi porondon. azért azt, 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 amit én ott elértem, az azt jelenti, hogy egyből végrehajtó bizottsági tag lettem. Egyből alelnök lettem 2002-ben, Első alelnök lettem 2006 ba 2007-ben eab megbízott elnöke. És utána még egyszer alelnök lettem, azóta megszüntették az EAB-át, és EUBC lett ott is, alelnöki rangban vagyok most is, mert én vagyok az egyik bizottság vezetője, és az alelnöki rangot jelent. De idehoztam egy csomó világversenyt. Tehát, ha úgy veszed, 95-ben Junior eb 97-ben felnőtt világbajnokság. 2000-ben junior világbajnokság, 2002-ben kadett világbajnokság, 2003-ban női Európa, felnőtt Európa bajnokság, 2006-ban junior Európa bajnokság, siófok, 2007-ben ifi Európa bajnokság, siófok, tehát ifjúsági junior női Európa uniós bajnokság, kadett Európa bajnokság, ezeket mind úgy hoztam ide, hogy állami támogatás nélkül, mert mindig ugye a pályázat, az mindig január-februárban dőlt el, nekünk meg szeptemberben már le kellett volna adni. De mikor nincs helyszíned, nincs támogatód, nincs senkid, akkor a saját ö, tervezésből nagyon nehéz ott megcsinálni. Tehát a lényeg az, hogy kezdtek nőni a terhek, az elvárások, nyilvánvaló az állami pénz miatt az utánpotlát létszáma 480 fővel emelkedett. Én azt mondtam, hogy nem szolgáltam rá azokra a támadásokra, amik elindultak. Na most általában minden negyed évben elindult egy-egy, most mondok egy példát, egyszer megjelent az Origon, egyszer az ilyen internetes mm. újságokon, aztán mindig volt utalás. Ahogy most is úgy meg, hogy a volt elnök, a, 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 az új elnök, a, a ilyen utalások vannak, hogy mint a meg, megbuktattak volna, nem. Én tavaly decemberben, amikor a feleségemet újra operálták, eldöntöttem, hogy egy napig nem tovább, Lent voltam az edző továbbképzésen, Debrecenbe. Előtte volt a felnőtt bajnokság, akkor operálták a feleségem. Minden nap rohangálni a kórházba, ha akkor már harmadszor operálták a vesélyét. Eldöntöttem, hogy nem. De veszel láttam, hogy ki. Nem találtam olyan embert, aki szerettem volna. Az eredeti fölállásban az volt az elképzelésem, hogy a, az adottságai miatt a Kokó legyen az elnök, de mivel az aiba nem engedte, kiesett és szövetségi kapitány legyen az erdei. Viszont láttam az erdeinek a munkát a madárfészekben, ahol nagyon korrekt, tisztességes munkát végzett, a legeredményesebb utánpótlás csapat lett, jó nem a saját versenyző, hanem ugye nyilvánvaló akadémi rendszerbe a a logottul, össze szedett srácokkal. Nagyon jól dolgoztak a vidajoskával, és én úgy éreztem, hogy egy ilyen típus ember, aki támadhatatlan erkölcsileg, emberileg, bár egyből első nap, hogy bejelentettem, már hívott egy újságíró, hogy micsoda gondok voltak vele fiatal korában. Tehát itt nincs Magyarországon olyan, hogy bármit leteszel az asztalra, megbecsülit, de a legnagyobb okom nem ez volt. A legnagyobb okom az volt, hogy olyan emberek fordultak szembe velem, akikre a magyar ökövásnak nagy szüksége van. És hogy az ember rájön arra, hogy te egy reprezentatív személy vagy kapcsolatrendszerrel, elég agresszív vezetési módszerekkel, és ki kéne rúgnod, vagy meg kéne aláznod esetleg olyan embereket, akikre szüksége van a sportágnak, mert, mert ezért, azért, amazért. Nem voltam hajlandó ezektől az emberektől megválni, ezek az embereknek kinyílt a csipájuk. Innyit, ha csipáljuk, és akkor ők is ugye a kokóféle szövegeket uh -huh. osztották, de titokban egymás között. Megalakultak a régiók, nyolc régió, négy a, 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 az a négy akadémia, és önjárók lettek. A vezetésben, a főtitkáron és egy-két emberen kívül, elnökségbe is megosztotta az embereket ez hogy most ez igaz lehet, most ez úgy lehet, hogy ennek kedvezünk, annak nem kedvezünk közben. Én is úgy jártam majdnem, mint a hegedűs hogy aki vett 400, mit tudom én, ö, szőnyeget, szétosztotta, de kettő nem kapott, azok szúrták hátba. Én meg úgy volt, engem meg azok szúrtak volna hátba hagyom, akiknek a legtöbbet sejtett, akikből én csináltam valakit. Most nem mondok a neveket, mert nem és akarom ők bátani őket, és azt mondtam magamban, hogy ő nagyobb szükség van, mind rám. Akkor nekem kell fölállni. És decemberbe egy baráti társaságba, ahol a velem egykorú, így mond, idősebb szakemberek, akik még most is jelentős szerepet játszanak, akadémiák élén. Mondhatok egyet a Botosand is, vagy többet uh -huh. is mondhatok. Beszélgettünk is, ott elkotyantottam, hogy van egy szándékom, és valószínű, leülök majd egyszer az erdeivel, de majd a ködülés előtt nem sokkal, hogy ne csámcsogjanak, ne akarják utána elgáncsolni őt már, mielőtt még jelölt lenne. És érdekes módon az egyik idősebb kollega ezt a valakinek, és a kis ezt meghallotta, és ő elmondta a, a, a Kokónak természetesen a tévébe. Kis ja. is én neveztem ki szövetségi kapitánynak, csak úgy a rendkedvéért. A, a, megköszönte, de nem ez a lényeg, hanem ez egy ilyen improvizatív dolog volt, hogy na most már változásokra van szükség. Akkor megkérdeztem egy-két embert azok között, akiket hallottam, hogy duruzsolnak, akik az én holdvaromhoz is tartoztak. Senki nem tudott konkrétan mondani, hogy mibe kéne változtatni. És az a ámokfutás, ami a majd egész magyar sportban most megvan, biztos látott te is, hogy nem a szakembereket kérdőjelezik meg, az edzőt, a segédedzőt, vagy a nevelőedzőknek a munkáját, hanem akik a feltételt biztosítják, hogy ők dolgozhassanak, pénzt kereshessenek, eredményt érjenek el, hanem azt, aki biztosította nekik, vagy biztosítja nekik, a feltételeket. Ő ő látta a szakmai eredményességnek a dolgait. Na most nálunk óriási változás volt az amatőr világban, biztos tudod, ez az félprofi dologgal, az is yeah. megrontotta az amatőr boxot is. Mert mindenki csak pénzért akar boxolni. Tehát mindenki utánpótlás, na most nálunk meg az történt. Akadémia, régiók, ugye mi utánpótlás nevelésre kaptuk a pénzt. Nem lehet másra költeni. Nagyon keveset költhetünk a felnőttekre. Ez azt jelenti, hogy mindenki utánpótlás nevelő, nevelő edző akar lenni, és utánpótlás nevelő egyesület. Most én ezzel nem értettem egyet, hogy én adok valakinek 8-10 millió forintot, és azért semmit nem ad válogatott sportolót. Év tizedek óta van olyan egyesület, aki abból él, fölnevel 4-5 ifi bajnokot a 10 év hát. alatt, azból semmi nem lesz, mert hogy felnőtt lesz, utána lemond róla, mert már pénzbe kerülne az egyesületnek, és az egyesületnek hát. nincs pénze, tehát ez is érthető. És lassan úgy nézett ki, hogy nekem a szövetségnek kellene biztosítani az bérét mindenhol, kezdték, most már 36 on kapnak majdnem pénzt tőlünk. Mi adunk ugye a nyolc régiónak pénzt, a négy akadémiának, ezen kívül a 72 egyesület kapott pályázat útján pénzt. Tehát magyarul, amit kaptunk, mit én, 450 milliót, mert ugye mindig 500 millióra beszélnek, azt elfelejtették, hogy levetek 50 milliót a Tata jegyzőtábla fölújítására, a Kási fölújítására. A beszerzések azok nem az a körvívásra, hanem a feltétek javítására mentek el, jogosan. És Elfelejtették, hogy viszont 20 valány éven keresztül az én holdudvarom, az én cégem, az én baráti köröm tartott el az ökörvást. És ekkor éreztem azt, amiről az előbb beszéltem, hogy viszont a kulcs emberek is, hogy is mondjam, beálltak a csordába. A csorda szellem elindult. Na most én nem az a fajta gyerek vagyok, én vidéken nevelkedtem. Tehát én nem elnöknek születtem, én ökölvő voltam, edző voltam, voltam ez, voltam az, ahol volt, 23 ig voltam kaszinőigazgató, két évig voltam menedzserigazgató, a kási két és fél évig a KS-be, voltam szövetségi kapitány, szövetségi vezetőedző, szövetségi utánpótlásedző. tehát én az egész életemet az ökövel töltöttem, rengeteg tanítványom van köztük, azok nem szúrtak a nagy részt hátba, egy-kettő, hogy is mondjam, érdekes volt egy, nem mondom a nevét, egy újpesti gyerek, az azt mondta, hogy én életemben nem is boxoltam, semmit nem értek a boxhoz. Azért, mert ő nem tudott egyes számú ember mert mindig megverte a füzesít. most nem akarom, uh -huh. biztosítani, hogy kire gondolok. Tehát a lényeg az, segítem akarok megsérteni. Rájöttem, hogy nagy szükség van másokra, mint rám, félre kell állnom. Leültem a Zsoltal először, elmondtam, hogy ő benne látom a jövőt, de nem akarom ezt nyilvánosságrozni, mert most már ez kiment, ugye lassan úgy szivárgott kifele, hogy én le akarok lépni, így jött ki a Duma. De állandó nem, akkor Rácz felixi beszállt, ugye úszította az egyik közelálló ember, közel álló embert, hozzám közel állom, az volt az érdeke. Ugye megsértődött azon, hogy a Zsoltnak -e megmutattuk azt a levele, vagy azt a papírt, amit, amit, ami alapján mi a sátbevételünk is adtunk, plusz 5 milliót és 10 milliót az állampénzéből, és azt én teremtettem elő nyilvánvaló, és ott beszélgettem is. A Zsolt először nagyon, nagyon érdekesen reagált. Én ezelőtt két éve, amikor abba az ököves akkor szerettem volna őt behozni a szövetség, vagy tanulja meg, legyen egy De közben bejött ez az akadéma, a madárfészek. Szenzációsan dolgozott. Szenzációs eredményekkel. Mi értelme lett volna... Ezt a madárfészket, ezt az ökövő szövetség tette a feneke alá? Hát persze, hát ki? Hát négy, adtunk egy kitémrendszert, és a madár a vidajóskával megcsinálta Újpesten teljesen nulláról, többiek a Győr, a Nagykanizsa, illetve a, Hajdú, a hajdú szoboszló, mögött de az, volt, az, a egy, az a szövetség. De eltartoz. a szövetség az, az finanszírozza mm. szinte teljesen. Van aki saját bevételük is mm. van, de hát nem sok. Ilyenkor nem érnek rá ezzel foglalkozni. Tehát a lényeg az, hogy a madára leültem, figyeld a reakciót. Először elmondtam neki a gondokat hogy mik azok a gondok, amik engem emésztenek, és szó szerint azt mondtam neki, hogy én téged szeretnélek fölkérni, de vannak bennem ö, különböző, én tudom, hogy te az időséget nagyon szereted, nem akarlak téged tönketenni, de szeretném, ha elvállalnád. Ennek ellenére, amikor kiment tőlem, bejött hozzám egy kollégám, és úgy adta elő a kollégám, hogy neki a Zsolt azt mondta, hogy én le akartam beszélni, hogy ő elnök legyen. Na most ezt tisztáztuk, 5 percen belül, két napon belül, és utána abban maradtunk, hogy se nem cáfoljuk, se nem erősítjük uh -huh. meg, direkt azért, hogy ne történjen meg az, ami megtörtént, hogy egy álúságíró engem fölhívott és elkezdte a zsoltot, hogy is mondjam, áztatni. Uh -huh. Beszállt a játékba a profik közül egy-két nagyokos, meg olyanok, akik életükbe nem adtak egy válogatottas a szövetségnek. Mi a feladata a szövetségnek és a vezetésnek? a feltételek biztosítása. Az elmúlt 26 évben, mióta így mondom, közvetlenebbül a boxba vagyok, nem volt olyan, hogy világversenyre ne tudtunk volna annyi versenyzőt kivinni, amelyet akartunk, teljes tészámot most először kettővel kevesebben mentek ki, nem tudták valahogy ezt megoldani rendeztünk egy csomó hazai világversenyt, Európa bajnokságokat, világbajnokságokat, egyebeket, állami támogatás nélkül. Én átvettem, és ez egy nagyon lényeges kérdés. Volt egy 26 milliós, meg egy 8 milliós tartozása a szövetségnek, csődeljárás előtt álltunk. Egy év után ez letudódott, és úgy adtam most át, hogy január 1-én 138 millió forint eredménye zárt az Szövetség az elmúlt 15-20 évben ennyi pénzt tudtunk saját bevételként, most így mondom, elkönyvelni a versenyek rendezésével, a különböző támogatók pénzéből. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy úgy adtam át a Zsoltnak. Az, a, csak a, tehát azt kijelentettem, hogy senki más javára nem lépek vissza. Egy embernek a javára lépek vissza, azt úgy hívják, hogy Erdély Zsolt. Erre nagyon jó reagált a társadalom, egy dolog volt, ami szerintem nem biztos, hogy korrekt volt egy-két ember részéről, aki nem fogta föl, hogy én nem akarom átmenteni azzal, hogy csak én mondok le. Ők azt akarták, hogy az egész elnökség is uh -huh. kerüljön ki. Ezért elkezdtek különböző debreceni verseny után, ahol jó szerepeltünk három aranyt, szereztünk megint, és minden évben idehozunk 22-23 országot, és... Elkezdtek a régiókon keresztül szervezkedni, hogy a Sanyi bácsi már föláll, akkor álljanak föl az, az, az öregek. Most kik ezek az öregek? Egy Jákó Péter, aki 82 éves. Kért volna neki mondani, Peti köszönjük egy fiatalbat, hozunk helyet, de legyél itt tanácsadóként. Pej vagy uri. Polgármesterként, emberként, 25 évig, 26 évig ott volt az elnökségben. Jancsi. Né ő négy-öt évet költött közöttünk a kapcsolatrendszerével segített, ebbe tudod. A Kunya Gyuri, a főtitkárunk. Itt volt valány évig. Normális, lojális ember volt az ökölvás. Annak ellen, hogy ő nem működő szakember, ő fociból jött. Schiller Péter. Nagyon-nagyon jó támogatónk volt. Sokat segít. Csak most mondtam, hogy kihagytam az elekezzolit kihagytam egy csomó embert. Lényegében egy új elnökség alakult, ez már nem az én kezdeményezésem, én szerettem volna, hogy a Zsolt azokat az embereket, akik hosszú évtizedek óta támogatták az ökölvást, azokat nagyrészt tartsa meg, hallgatott is rám, rengeteg embert fölkért tanácsadónak, uh -huh. segítőnek, különböző bizottságokba, tehát korrekt volt. Bejött egy csomó új ember közülük, egy párat nem is tudom, hogy, kics, hogy kerültek a boss hát ugyanúgy, hogy annak idején én is hoztam idegen embereket, akik támogatták a bossokat, és nagyszerűen megérezte, megérzi, látom rajta, hogy bizony dolgokkal nem ért egyet, de úgy látom, hogy rendet akar tenni ő is, tehát próbálja az a, a, a az irányát sinent tartani. Ami, ami nekem már az utóbbi így mondom, fél évben nem sikerült, mert ez az állandó acsarkodás, a pénzérvaló, való, most így mondom, kuncsorgás, az a, a, eredménytelenségnek a terhe, amit nem magukra vettek az edzők, hanem mutogattak a szövetségre, meg rám, mert a kokó úgy azt mondta, hogy én tettem tönkre, mint elnök a boxot. Egyértelműen úgy éreztem, hogy ez annyira igazságtalan, annyira nem szólt rá se az elnökség, sem én, mert mi azért voltunk ott, hogy a örvás a legjobb feltételeket biztosítsa, Igen. és ha ezt valaki mást állít, az hazudik. És én azért vagyok boldog, most is nem Igen. tudom, hogy látod, de rajtam kiegyensúlyozott vagyok, mert egy olyan ember találtam végül az Erdei Zsolt személyébe, és azért van egy-két nagyon értékes új ember, akik beszálltak. Mert, mert van rá remény, van rá remény. Megvannak az anyagiak, tehát őnek nem azzal kell majd tartani a, a, az életének a felét, hogy futkároz és meleg a kilincs, és megy kuncsorogni a pénzér. A másik, őre nem mondhatják azt, mint rám mondta az egyik boxolom, hogy igen, igen. kutyaütő, meg életiben nem boxolt. Nem mondhatjanak rá semmi rosszat, mert egy tiszta lelkű, normális ember, aki Szerintem elvárásokat, kritériumokat fölállított magának, és elvárásokat ugye a egyesületekkel, az akadémiákkal, illetve a régiókkal uh -huh. szembe. És ha ezt be tudja tartani, nem lesz neki egyszerű, mert már most egy-ketten úgy rázzák a bőrüket, hogy érzik, hogy vannak elvárások. <kül> mert ugye ideig az történt, hogy mindenki megmagyarázta, hogy oh, ó, hát, a Sütanyi, meg a bandája takarodjon, mert itt változásra van szó, és te miért mondtál ilyet? Hát te tőlem kaptál 6 millió forintot arra, hogy a szakosztály fölé legyen. Lett eredményed is. És azóta mi van? Tíz éve semmi. Van olyan, van olyan szakosztály, ahol 15 éve legjobb utánpótlás neve egyesület. És Értem. egy válogatottat nem Értem. adott 15-20 éve. Értem. És ezek az emberek ő, nyomták a szöveget. Igen. Kedves nézőink, a műsornak ezzel még nincs vége. Holnap ugyanebben az időben tovább folytatjuk Csatony Sándorral a kitárulkozó beszélgetést. További sportosat.